És tisztelettel köszöntöm Önöket, benneteket, a Baracs kerékpáros útvonalainak építése projekt ünnepélyes átadásán. A projekt címében kizárólag csak a kerékpárút szerepel, de mi azt itthon, Baracson, mindannyian tudjuk, hogy ez annál sokkal többről szól. Tamási Áron így írt az emberi cselekedet okozta örömről. Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyat cselekedhetik, amelynek tisztaságában nem kételkedik. Sem a cselekedet idején, sem a cselekedet után. Mi most ebben a cselekedetben bizony nem kételkedünk, hiszen ez mindannyiunk hasznát szolgálja. Tisztelt vendégeink, kedves baracsiak! Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem ünnepségünkön mindannyiunk nevében Elsimon László urat, a miniszterelnökség parlamenti államtitkárát, Varga Gábor urat, országgyűlési képviselőnket, Várai Róbert urat, Baracs község polgármesterét, és az ünnepségen megjelent képviselőtársaimat. Tisztelt államtitkár úr, kedves ünneplő közösség, mai átadónk elején arra kérek mindenkit, hogy közösen énekeljük el Magyarország nemzet. Képviselőtársam, polgármester úr, kedves baracsiak, hölgyeim és uraim, mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a mai napon. Kicsit fájó szívvel, megmondom őszintén, hiszen oly büszke voltam az elmúlt 4 évben, hogy az önök településének országgyűlési képviselője lehettem, de egyúttal örömmel is, hiszen egy nagyon szép alkalommal gyűltünk össze, és tudom azt is, hogy Varga Gábor képviselőtársam kezében jó kézben van ez a térség, hiszen ő is itt él, ő is ismeri a helyiek gondjait, problémáit, a megoldandó feladatokat. 4 évvel ezelőtt, amikor országgyűlési képviselő lettem, és Várai Róbert polgármester urat a helyi közösség település vezetőjének megválasztotta, akkor számtalan problémával kellett szembenéznünk. Miközben örülhettünk annak, hogy Magyarország azon kevés településeinek egyike volt Baracs, amelyik nem adósodott el, így a magyar kormánynak nem kellett az elmúlt 4 évben sok-sok más településsel együtt pénzügyileg konszolidálnia, aközben azt láttuk, hogy a település nem is fejlődött kellőképpen, hogy számtalan beruházásra lenne szükség, és éppen most emlegettük fel polgármester úrra, hogy 2010-ben, mikor a nagy esőzések voltak, akkor milyen gyorsan kellett kárt menteni, elhárítani a veszélyt, jártuk végig a házakat, a kerteket, és néztük, mintha egy dunamenti nagy árvíznek lennénk a részesei, pedig nincs is itt nagy folyó, hogy a belvíz elvezetési probléma milyen feladatok elé, kihívások elé állította a helyieket, hogy rakták a homokzsákot, védték az értékeiket, mentették az állataikat. 4 év elteltével büszkén jelenthetjük, hogy a település rendkívül sokat fejlődött. Hogy a településnek olyan vezetője lett, aki képes volt a baracsiakat összefogni, egybekovácsolni. Mi más lenne ennek a legékesebb bizonyítéka, mint az, hogy a mostani hétvégi választáson nincsen ellenjelöltje, nincsen kihívója. Nem is kell neki kampányolnom éppen ezért, csak sok sikert kívánok neki, és azt kívánom, hogy ezt a településépítő munkát folytathassa, és hogy a testülettel, a hivatallal a háta mögött ilyen szép irányba és ilyen nagy tempóval fejlődjön.